A szalagavatók története hosszú múltra tekint vissza. A felnőtté válás szimbólumát, a szalagot a középiskolák végzős diákjai viselhetik, jelezve ezzel azt, hogy néhány hónap múlva érettségizni fognak. A szalag a gimnáziumhoz, az osztályhoz való tartozás jelképe is, amelyet ünnepélyes keretek között kapnak meg a végzősök. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium ünnepségét új helyszínen rendezték pénteken. Új helyszínen bonyolítjuk le ezt az ünnepséget, a gyönyörűen felújított Continental Arénában. 156 12-es diákunknak tűztük fel a szalagot ma este, és ők pedig nagyon változatos és színes produkciókkal szórakoztatnak bennünket az est folyamán. Az ünneplőket köszöntötte dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár is, aki köszöntőjében kiemelte, megtiszteltetés vasvári szalagot kapni, hiszen a végzősök egy elismert iskola tanulói. Az államtitkár volt vasváris diákként elmondta, az itt tanító tanárok töretlenül képesek arra, hogy egy olyan világot nyissanak meg tanítványaik előtt, amit a tanulók soha nem felejtenek el. Az államtitkár a gimnázium volt tanulójaként diák éveire is visszaemlékezett. Nagyon jó élményeim voltak, hiszen tényleg az a segítség, amit én onnan kaptam a tanároktól és az osztálytársaktól, az meghatározta, hogy merre felé megyek a későbbiekben. És ha nem támogatnak ennyire a pedagógusok, akik körbevettek, és nem támogatják a sportolói életemet, és amellett, hogy tanuljak, és hogy sikerüljön, úgymond tanuljak, akkor biztos, hogy nem tudok a következő lépcsőfokokra is felállni, vagy felmászni. Úgyhogy nagyon öröm számomra, hogy itt lehetek, és nagyon szeretnék visszaadni az iskolának, a gimnáziumnak, a pedagógusoknak, tanáraimnak valamit, amit csak tudok, mert én is nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük. A szalagot viselő diákok ünneplését mától komoly munka követi, hiszen fél év múlva a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákon kell számot adniuk tudásukról.